szászul, románul, németül és magyarul is feltüntették a település történelmi megnevezéseit Besztárce óvárosában. A feliratok nem a település bejárataihoz kerültek, hanem a középkori városkapuk helyére. Egyedi megoldást találtak ki a többnyelvűsítésre Besztercén, ahol Antal Attila volt RMDSZ-es tanácsos kezdeményezésére négy nyelven, szászul, románul, németül és magyarul is kiírták a város történelmi neveit. A határozat tervezett, hogy a település Kolozsvár és Moldva felőli bejárataihoz kikerüljön a négy nyelvű helység névtábla, 2020 áprilisában került a tanácsosok asztalára, és az illetékes szakbizottság nagy többséggel jóvá is hagyta. Ekkor történt Klaus Johannis államfő magyar ellenes jó napot kívánok PCD nyilatkozata, melynek nyomán a tanácsban nagy vita kerekedett, és a testületben többségben lévő szociáldemokrata párt kihátrált a tervezet mögül. Hosszas politikai lobby árán végül sikerült elérni, hogy a szász német és magyar nyelvet is tartalmazó táblák mégis közterületre kerüljenek. Igaz, nem helységnévtáblák, hanem turisztikai tájékoztató táblák formájában. A jó hírt Facebook videóban osztotta meg a város RMDSZ-es tanácsosa. Együtt Antal Attilával és az RMDSZ-el elértük, hogy városunk neve magyarul is megjelenjen a középkori kapuk bejáratánál. Besztercei magyar vagyok. Nekem fontos, hogy városunk neve magyarul is ki legyen írva. A főtéri szász evangélikus templomtól induló három főútvonal mentén a táblák a magyar kapu, a kórház kapu és a fakapu helyére kerültek.